nagyon egyszerű, csak hasonlítsunk össze az emberi testet állati testekkel, a húsevő állati testtel és a növényevő állati testtel, és akkor ki fog derülni, hogy alkalmas-e az emberi test a húsevésre. Megyünk gyorsan. Oké. A húsevő állatnak vannak tépőfogai, növényevő állatnak nincs tépőfogai, embernek nincs tépőfogai, hanem örlőfogai vannak. Megyünk tovább. Akkor a bélhoz. Húsevő állatnak a bélrendszer 6-szor hosszabb, mint a test. Növényevő állatnak a bélrendszer 12-szer hosszabb, mint a test. Az embernek a bélrendszer 12-szer hosszabb, mint a test. Ez is mutatja, hogy vegetariánus a szervezet. Akkor a sav. A húsevő állatnak olyan erős a gyomorsava, hogy oda betobolt egy csontot, pillanatok alatt meg lesz emisztve. A növényevő állatnak és az emberinek a gyomorsavnak a koncentrátuma nagyon gyenge, mert a zöldségeknek és a gyümölcsöknek nem kell erős koncentráció. Akkor nézzünk, minden húsevő állatnak, ragadozónak vannak karmai, a növényevő állatnak nincsen karmai, maximum patái, embernek szintén nincsenek karmai. Végül, hogyan hűtenek a szervezetük az állatok? Húsevő állat nyelven keresztül lihegve hűti szervezetet, lehűti a szervezetet, a növényevő állat és az ember izzadás által. Szóval csak ezek pár jellemzők, hogyha megnézzünk, mutatnak, mire alkalmas a testünk.